Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek benneteket, illetve üdvözlünk benneteket. Már furcsa nekem, mert eddig egyedül készítettem a videókat. Laci és Andi vagyunk. Szeretnénk bizonyságot tenni ma arról, hogyan találkoztunk az élő Istennel. És beszélni arról is, hogy mi jellemezte az életünket előtte, a találkozás előtt, hogy történt ez a találkozás, és azóta mi történt az életünkben. Fogadjátok szeretettel! Egy igével szeretném kezdeni, mint a jó könyvében találtam, már jó néhányszor olvastam, és nagyon megérint. Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz. Fogadd el szájából a tanítást, és szívled megmondásait. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, felépülsz, és eltávolítod az álmokságot sátradból. Porba dobod az aranyat, patak kövei közé az ófiri aranyat, és akkor a mindenható lesz az aranyad és válogatott ezüstöd. Akkor majd a mindenhatóban gyönyörködsz, és arcodat Istenhez emeled. Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesíted fogadalmaidat. Ha valamit elhatározol, meg lesz. Világosság ragyogja be utadat. Ha megaláztak, mondd azt, hogy gőgös voltál, mert azon segít Isten, aki lesüti a szemét. Még azt is megmenti, aki nem ártatlan, mert ha tiszta lesz a kezed, megmenekülsz. Szeretném, hogyha Andi kezdené, ő körülbelül egy évvel előtt találkozott az Úr Jézus Krisztussal, és aztán él az ő evangélium hirdetése segítségével térhettem meg. Úgyhogy Andi, légy szíves. Sziasztok! Onnan kezdeném, hogy amikor 20 éves voltam, akkor azért innen, mert ugye el kell mondanom azt, hogy milyen voltam Jézus nélkül. Ez nagyon fontos, és milyen nagy változás történt bennem, amikor megtértem. És újjászülettem. Hát amikor 20 éves voltam, akkor összeismerkedtem egy fiúval. Ez Pécsen történt. És összeköltöztem vele. És először nagyon jól ment a kapcsolatunk. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem ez csak tönkre ment a kapcsolatunk. Most röviden tömören akarom kicsit így összefoglalni. Azért ment tönkre, mert hát egyrészt, mert egyikünk sem volt Krisztusban. Szóval azért ment tönkre, mert olyan fiú, olyan barátokkal is ismerkedett össze, akik belevitték a balhéba, és elkezdett drogozni, és mivel hogy szerettem volna, hogy elfogadjon, mert azt láttam, hogy már nem szeret, ezért én is beleestem ebbe a csapdába, elkezdtem drogozni, azért, hogy elfogadjon. Ugye sokszor gondolom, a fiatalok azért kezdnek el inni, meg drogozni, hogy a barátaik elfogadják, és én is így voltam, hogy elfogadjon. Aztán egy kicsit úgy megszerettem ezt a szert, és elég sokszor szívtam speedet, füvet, meg ilyesmit. Ennél mélyebbre nem mertem menni, de a többiek csináltak mást is. Elég ijesztő dolgok voltak. Hát ilyen démonikus is volt egy kicsit, így utólag visszagondolva, mert láttunk dolgokat. Ezt, hogyha bele lehetne tekinteni a szellemvilágba, de akkor ugye az ember még nem tudja. Azt hiszi, hogy csak a képzelet ereje csinálja ezt az egészet. De most a fűtől, meg a amfetamin szárnyazéktól nem sok minden látható, de azért az, hogy napokig az ember nem alszik, attól, hogy vannak ilyen fura látások. Na mindegy, akkor eléggé agresszív lettem, eljártam küzdősportolni, kickboxoltam, aztán amatőr edző is lettem benne, megjártam konditerembe jó hosszú ideig, és volt a baráti körünkben egy fiú, aki egyik pillanatról másikra így megpattant. Nagyon ijesztő volt, mert én még életemben nem láttam ilyet. Én azt gondolom, hogy nem a drogtól volt, hanem egyszerűen a gonosz démonok kiválasztottak egy szemét, és pont ő volt. Ez lehettem volna akár én is, vagy bármelyikünk, de pont őt választotta, és egyik pillanatra a másikra elkezdett fura dolgokat mondani, amint nem is nagyon értettünk. Egyik pillanatban vihogott, a másik pillanatban ideges volt, és ilyen
isteni dolgokat kezdett mondani, meg sátani dolgokat is, meg minden, és ez így ment hónapokon keresztül, hogy ezt láttuk. Igaz, hogy járt orvoshoz, meg minden, de igazából csak annyit volt, hogy legyógyszerezték. Volt egy, egy pillanat, amikor ennek láttán nagyon-nagyon megrémültem, hogy mi lesz, hogyha én is így járok. És volt egy szörnyű éjszakám, azon az éjszakán jutott pont eszembe ez. Nem tudtam aludni, nagyon zaklatott voltam, és azt hittem, hogy meg fogok én is őrülni, mint a haverunk. Aztán úgy éreztem, hogy ki tudnék szakadni, vagy kitépni magamat a saját testemből, hogy szabaduljak ettől a halálfélelem és ettől a gyötrő érzéstől. De tudtam azt, hogy ez nem fog segíteni, és üvölteni tudtam volna, és azt is tudtam, hogy az sem fog segíteni. És nem tudtam, mi ez nyúlni, mi segítsen. Olyan érzés volt, mint hogy egy cérna szálon állna az ember, és ha jobbra esik, vagy balra esek, akkor meg fogok kattanni. És kimentem a teraszra, felnéztem az égre, és megláttam a csillagokat, és megláttam egy templomot is, ugye, és abból eszembe jutott, hogy Istenhez kéne szólnom. És felnéztem az égre, és azt mondtam, Isten, ha te létezel, akkor én megkereslek téged. És akkor egy kicsit megnyugodtam, és visszamentem, és el tudtam aludni. De ez nem lett jobb, tehát ugyanúgy zaklatott voltam, és ez a félelem, ez a nyugtalanság rajtam volt, és féltem továbbra is, hogy mi lesz, hogyha úgy járok, mint az a haverunk. De aztán volt egy olyan időszak, amikor haza tudtam költözni anyukámhoz, és továbbra is kerestem Istent nagyon nagy erővel. Találkoztam krisnásokkal. Kaptam tőlük egy könyvet, elkezdtem olvasni, és halálfélelmem volt tőle. Ugyanazt az érzést éreztem, mint amikor az ágyban féltem, hogy meg fogok őrülni. És összekuporodtam az ágyon, sarokba dobtam a könyvet, és azt mondtam, hogy ez nem Isten. De ha ez Isten, akkor én jobb lenne, nem is léteznék. És kerestem itt, kerestem ott, horoszkóba is bele voltam bonyolódva, meg szóval úgy mindenben. És nagyon szerettem a gonosz dolgokat is. Minél csúnyában nézett ki valami, annál jobban tetszett. Milyen hülyeség. Aztán addig-addig kerestem Istent, de ez egyébként 2 évenbe került, hogy megtaláljam. És nagyon így most így utólag így belegondolva, hogy milyen jó lett volna, hogyha sűrűbben és jobban, erőteljesebben hirdetik az utcán az evangéliumot. Talán több esélyem lett volna arra, hogy találkozok olyan emberekkel, akik nekem Jézusról fognak beszélni. De hát ilyen nem volt. És na szóval mindegy, anyukámhoz költöztem Mohácsra, és akkor ott kimentem sétálni az utcára, és egyszer csak egy fiú elém állt, és akkor megszólított engem, és Istenről kezdett nekem beszélni, és ő kérdezte, hogy hiszek Istenbe, meg ilyenek, és mondtam neki, hogy igen, hiszek Istenbe, de azt mondta nekem, hogy ha nem térek meg, akkor el fogok kárhozni. És én ezen nagyon ledöbbentem, mert én azt hittem, jó ember vagyok, és persze, és hogy megyek a mennybe, csak úgy, megtérés és újjászületés nélkül, mert akkor még fogalmam sem volt, hogy létezik ilyesmi. És, de még szerencsém, hogy a srác nem hagyott engem benne abba, hogy megelégedett annyival, hogy én azt mondtam, hogy hiszek Istenben. Mert ugye nagyon sokan mondanak, hogy jó, hiszel Istenben, hú, de jó, és akkor szia, és akkor neked üdvösséged van. Nem, hanem ő zaklatott engem, és ugye, hát, ugye mondta, hogy akkor el fog kárhozni, és ez engem nagyon-nagyon megérintett. És akkor hazamentem, és ezen gondolkodtam, és akkor felvettem ezzel a fiúval a kapcsolatot, és akkor hát találkoztam másokkal, és azok is bizonyságot tettek nekem, és ittam a szavaikat, és éreztem, hogy itt van az igazság. És akkor kérdezte a srác, hogy láttam-e a Pasió című filmet, és megnéztem, mert én szerettem az ilyen jellegű filmeket, na és akkor a film közepén, vagy hát már az elején
nagyon megérintett a film. Tehát olyan érzésem volt, hogy egy időutazásban vennék részt, és akkor... és hát, mint hogyha ott lettem volna szó szerint a Golgotai keresztnél, és Jézust előttem feszítették volna meg. És tudtam, hogy ez csak egy film, de mégis olyan volt, egy időutazás. És amikor vége lett a filmnek, akkor bementem egy sötét szobába, teljesen össze voltam törve, és ott tudni, hogy démonoktól szabadultam egymagam, és az Úr jelenlétében. És olyan erőteljes volt az az érzés, képekben, vagy látomásban gondolom én, mintha úgy berget volna le előttem minden bűnöm, és semmi ott nem láttam. Iszonyú volt. Egyszerűen megundorodtam magamtól. Undorító volt az egész, amit láttam magam előtt. És elkezdtem szeretetet érezni Jézus felé, de akkor még ugye nagyon még a kezdete kezdetén voltam, és akkor mondtam a srácnak, hogy meg akarok térni. És akkor két hétig imádkoztam. Kimentem a Dunapartra futni minden reggel, és sírva imádkoztam utána, hogy fogadjon el engem az Úr Jézus. És akkor az lett, hogy az történt, hogy éreztem, hogy lejönnek rólam a bűnök, és hogy hiszek Jézus Krisztusban, és ez olyan csodálatos érzés volt. És anyukámhoz hazamentem, és akkor elkezdtem sírni, és bocsánatot kértem tőle a sok rossz dologért, amit tettem egész életemben, ő vele kapcsolatban, és megkérdezte tőlem, hogy mi történt velem, hogy ő még nem látott ilyennek, és akkor mondtam neki, hogy találkoztam Jézus Krisztussal, és hogy én nekem mindentől kezdve most új életem lesz. És elmeséltem neki, hogy hogyan. És nagyon zokogtam előtte, többször is bocsánatot kértem. Hát azt mondta, hogy 180 fokot fordultam pillanat alatt, ezt megjegyezte. És akkor utána elkezdtem olvasni a Bibliát. Eleinte még nem nagyon értettem. De valójában így a hitben így egyedül voltam, mert aki nekem hirdette az evangéliumot, nem nagyon tudott annyira támogatni, mert sajnos ővele úgy összejöttem, tehát parázna kapcsolatot éltünk sajnos, de hát én akkor azt nem tudtam. És Istentől megkérdeztem, hogy ki ő nekem, és Isten válaszolt nekem a Bibliából, és azt olvastam a Bibliában, hogy ő nem a tiéd, hanem ő csak azt a célt szolgálta, hogy én megtérjek. És akkor elmondtam a srácnak ezt, hogy akármennyire szeretlek, és szeretjük egymást, én el foglak téged hagyni, mert az Urat jobban szeretem, és őt akarom szolgálni, és így nem élhetünk tovább, ahogy élünk. Nekem ezt adta az Úr, és akkor az Úr sokszor kijelentette nekem a Bibliából, hogy menjek el onnan Mohácsról valahova, és akkor így jutottam el Veszprémbe, és akkor itt teljesen egyedül laktam egy albérletben lányokkal, ők nem voltak hívők, és akkor itt lett munkám, Tesco-ba dolgoztam, és de így minden így pipak összejött, azért tudtam, hogy az Úr itt akar engem látni, és akkor volt egy gondolatom, hogy én edzőterembe fogok beszélni egy nagy darab fickónak, fogom elmondani az evangéliumot, egyébként fűnek fának hirdettem az evangéliumot az edzőterembe, vagy bárhol, amerre csak jártam. Ugye, amikor az ember megtér, akkor nagyon-nagyon buzgó, akár egyedül van, akár nincs. És akkor találkoztam Lacival az edzőterembe, és akkor odajött hozzám barátjával először, aztán utána már csak egyedül, és akkor utána megkérdezte tőlem azt, hogy hova járok szórakozni, és akkor én azt mondtam neki, hogy már sehova, mert rengeteget buliztam, és nem adott semmit, csak nyomort,
és megundorodtam az egész múltamtól, úgyhogy én már csak Bibliát olvasok, és az Úr Jézus szolgálom. Hát így ennyi, és akkor innentől a Laci, de még lehet, hogy mondok valamit, hogy veszem itt. Ja, igen, és akkor beszéltünk Andival, aztán így néhányszor találkoztunk. Akkor még nem volt annyira rendszeres találkozás, tényleg csak összefutottunk itt-ott, és mindig mondta az evangéliumot, beszélt az Úr Jézusról, a Bibliából, mondott történeteket, főleg az eljövendő világgal kapcsolatban, Jézus visszajövetelével kapcsolatban, feltámadásával, egyéb, és én akkor nagyon rossz lelkiállapotban voltam, akkor már túl voltam körülbelül 8 év nyugtatózás, altatózás, meg egyéb mindenféle mérgek szedésén. Aztán ilyen amatőr testépítésen is, abban is mindenféle ilyen tiltott szerek, ez az, injekció, meg egyéb. És nagyon-nagyon rossz lelkiállapotban voltam már akkor. Ezekben az időkben, és az ezelőtti időkben, az jellemző volt az életemre, hogy kerestem az élet értelmét. És annyit esetleg érdemes tudni, hogy én egy ilyen lakótelepi gyerekként nőttem fel, munkás szülőkkel, nem túl szelíd és nem túl szerető apával, elég sok agresszióval a gyerekkoromban, elég sok lázadással az én oldalamról, otthonról való szökések, éjszakai bandázás, ivás, dohányzás, aztán később némi drog, de inkább a házi bulik, a nők, meg a balhék, verekedés, ezek jellemezték az életemet. És amikor én hallottam az evangéliumot, akkor utána nekem a rákövetkező egy év az még sokkal rosszabb volt, mint annak előtte. És ezt azzal magyarázom, hogy valahogy magamnak akartam igazolni azt, hogy nekem nem ez az út, amit Andi nekem beszélt, hanem igenis bizonygatni akartam magam előtt, a magam szíve előtt, hogy igenis van megoldás az életben, és nem kell Jézushoz menni, nem kell, hogy megtérjek. De volt bennem egy vonzás, azért azt nem tagadhatom. Éreztem, hogy van benne valami, és én hallgattam is az Andit, nem utasítottam el. Nyitott voltam valamennyire a szívemben is. És aztán volt egy ilyen, mi ilyen csodaként éljük meg ezt a találkozást, hogy körülbelül egy év után. Ja, ami érdekesség volt, ugye, hogy ő körülbelül egy házzal arrébb lakott tőlem, ilyen egyetemista lányokkal, és úgy telt el egy év, hogy néhányszor találkoztunk, tényleg nem sokszor. És ő minduntalan, ő mondta nekem az evangéliumot. És akkor volt egy, az utcán összefutottunk, egy este egy találkozás, hogy tényleg nem akarom elmondani, mert hosszú lenne. A lényeg az, hogy azt láttuk, hogy Istennek egy csodája, hogy Isten hozta össze ezt a találkozást, hogy ő mondta Andinak a szívébe, hogy én vagyok az ott messze a távolban, engem lát, menjen oda hozzám, vagy jöjjön oda hozzám. És nagyon örültünk egymásnak. Különösebb volt sokkal, mint az előző találkozások. Annyit mind a ketten tudtunk, hogy innentől kezdve mindenképp találkozunk kell. Felvettük a kapcsolatot, és akkor talán másnap már találkoztunk. És akkor, azon a napon talán, akkor én átéltem. Átéltem azt, hogy egyrészt azt, hogy milyen mocskos bűnös vagyok. De átéltem azt is, hogy Isten pedig mennyire hatalmas és szerető Isten. És amit talán én magam sem gondoltam volna, hogy egy ilyen mocskos embert Isten elfogad. Mert akkor tudtam már azt, hogy előtte is persze a lelkiismeretben azért voltak harcok, hogy nem kellene így élni, így gondolkodni, ilyen dolgokat tenni, esetleg embereket bántani. És voltak olyan pillanatok, amikor Isten, én hiszem, hogy hitetlenül is megmutatta nekem azt, hogy milyen ember vagyok. Megláttatott saját magammal. Szóval volt egy pillanat, amikor egy agresszív helyzetben voltam, éppen valakit ütöttem egy bottal, és így mint a kiszálltam volna a saját testembe, és hátulról láttam volna saját magamat, hogy mit teszek. És szembesültem azzal, hogy az én vagyok, az én lennék, az lehetetlen. És akkor elért az evangélium, akkor az Andi beszélt nekem, és csak összetörni tudtam igazából Isten előtt. Ez egy örültem, fájdalmas pillanat volt, de egy Isten szerinti megbánhatatlan megszomorodás volt. És utána nekem, nem tudom mennyi ideig, szerintem fél évig biztos,
hogyha Jézusnak csak a nevét hallottam, hogyha az igét csak olvastam, vagy valakit hallottam prédikálni, másra tudtam csak sírni. És nem azért, mert hogy én nem éreztem át, hogy megvan nekem bocsájtva, hanem olyan hatalmasnak és olyan erősnek és annyira szeretettel telinek és kegyelemmel teljesnek éreztem az Istent, hogy egy ilyen mocskos bűn, egy ilyen utolsó, tényleg, vagy ahogy Pál mondja, hogy első a bűnösök között, valahogy így voltam én is. És egyszerűen nem tudtam máshogy imádkozni, és ez most nem rólam szól, hanem Isten nagyságáról, hogy csak lefeküdtem a földre, lehasaltam, csak széttártam a kezeimet, és csak feküdtem ott, mint egy hulla, mint egy halott, ugye az Isten előtt, és Isten vigasztalását, gondoskodását éreztem folyamatosan. És úgy ittam, ettem az ő szavát, hogy tényleg mint egy éhező, mint egy szomjazó. Csodálatos időszak volt. Annak ellenére, hogy az életem körülményei nem lettek könnyebbek. Sőt, mivel hogy az igazságban kezdtem el járni, az igazság útján, ezért a sok-sok hamis dolog miatt, ami nekem pénzt hozott, ezért nagy bajokba kerültem, ezeket abba hagytam, ugye, és nagy bajokba kerültem. Maradt ugye a tisztességes munka, a többit azt el kellett ugye törölni, a múltra kellett hagyni, elhagyni, és sokkal nehezebb élethelyzetekbe kerültem bele. Sok fájdalommal, lelki dolgok, problémákkal, de az Úr örömével mindvégig. Nagyon erős volt Istennek a szeretete bennem, és ahogy az Andi mondta, már a legelején elkezdtünk együtt szolgálni, főleg az elesettek felé, főleg azok felé, akikre valahogy mondja a Biblia, hogy akikre nem volt méltó a világ, de tényleg olyanok, akikre nem törődik senki. Ahogy Isten is mondja, hogy ő a senkiket választotta ki, hogy megszégyenítse valakiket. És mi senkik felé kezdtünk ezt szolgálni, akik jó esetben ugye volt ellenkező eset is, akik magukat is semminek és senkinek tartották. És csodálatos volt, hogy olyan emberek, akiket előtte gyűlöltem, lenéztem, undorodtam tőlük, Isten egyszerűen közéjük tolt engem, hogy legyünk velük. És nagy öröm volt szolgálni közöttük, még akkor is, hogyha sok-sok visszautasítás volt, sok-sok rideg, kemény szív, és nem mondom, hogy teljesen hasztalan volt, mert nem. Mert azért egy-két embernél voltak jó visszajelzések, de mi mentünk tovább, és a szívünk tovább égett az Úrért és az emberekért, és aztán bár jártunk közösségbe, először egy történelmi egyházba, aztán egy karizmatikusba, de most az van, hogy egyikbe sem. Van közösségünk az Úrral és egymással, van összegyülekezésünk, van közösségünk az igével, úrvacsorázunk, dicsérjük az Urat, imádkozunk, énekelünk. Csodálatos ez nagyon, és Isten bontja ki nekünk az igét, olyan jó napról napra új dolgokkal, még most is új dolgokkal, pedig már nem is tudom, az ember tudom, hogyha 100 évig élne is, és ezerszer olvasnál a Bibliát, akkor is mindig mond újat az Isten, és mi így vagyunk vele, hogy ma is, ha kinyitjuk a Bibliát, akkor mindig megízesíti Isten azokat a szavakat, és bennünk mindig valamiféle életet támaszt, és jó dolog hagyni, hogy fedjen és intsen minket az Úr igéje, jó dolog hagyni, hogy bátorítson, és jó dolog elhagyni a bűnt, és jó dolog tisztán járni. Az, ami nekem nagyon hangsúlyos volt, hogy nekünk, és ezt főleg először az Andin láttam, hogy ahhoz képest, amit legelőször gondoltam róla találkozáskor, hogy micsoda vagány lány, és ugye én is milyen vagány ember voltam, és tényleg így sötét cselekedetekkel, gonosz cselekedetekkel, bűnös cselekedetekkel, gyilkolással való hajlammal, hazug ember voltam, igazán egy igazi hazug és hamis ember, akiről lehet, hogy mondtak jó dolgokat az emberek, de én nagyon jól tudtam, hogy milyen vagyok. És szóval milyen jó dolog volt azt megtapasztalni, hogy Isten ebből a mocskos edényből, ezt a mocskos edényt meg tudja tisztítani, újjá tudja tenni, és a tartalmát, valami igazi gazdag tartalommal tudja teletenni. És bár én ezt nem mondhatom el, hogy a Krisztus útján tökéletesen hiba nélkül járok, ki az, aki ezt magáról elmondhatja, ugye, de hogy vágyom rá, és van törekvésünk rá, ez biztos. Nagyon-nagyon szeretjük az Úr útját, és igazából mindig az a hiányunk, vagy akkor érezzük magunkat nyomorultul, amikor nem vagyunk ebbe benne.
akkor az életünk üres. Azért üres, mert azt minden nap tapasztaljuk Andival, hogy az életünknek nincs más értelme, mint az, hogy a Krisztust követjük, és a Krisztusnak az akaratát tesszük meg, ahogy ő az Atya akaratát tette. És ebben van egyedül örömünk, és ebben van egyedül boldogságunk. És az tuningolja fel a szívünket, a szellemünket, amikor jön valami lehetőség, amikor bele tudunk állni, amikor megtapasztaljuk, hogy ez testhez álló, ez nekünk van kitalálva. És ha még nem is, akkor is jó benne lenni, mert tudjuk, hogy ez az Úr akarata, egyezik az ő beszédével, és ez egy csodálatos élet. És szóval nagyon hosszan lehetne erről beszélni, hogy mik történtek azóta, sok-sok szolgálat, sok-sok ember felé, őszintén szóval látszólag kevés, úgymond megtértel, vagy eredménye, nem tudom, hogyan mondhatom ezt, de én nem látok bele olyan mértékben a szellemvilágban, hogy meg tudjam ezt ítélni. Sok a csalódás, sok a fájdalom, ahogy Jézus is szenvedett és szánakozott az emberek miatt, akik kemények maradtak az evangéliumra, akik büszkék maradtak, akik visszatartották magukat, és nem akarták úgy megnyerni az üdvösségüket, az örök életüket, ahogyan Krisztus adja. Mert tudjuk nagyon jól, hogy van sokféle evangélium ebben a világban, ami szól. És nagyon kevés az, és csak egyfajta az, ami örök életet ad. Egyfajta az, ami igazán az Atyához vitt bennünket. És nagyon sok szól, és mi nem akarunk sokféle evangéliumot prédikálni, hogy Pál is mondja, hogy de csak egy van, egy evangélium van. Egy, ami igaz, amit ő is prédikált. És mi annak érezzük csak az erejét, annak van Istentől való ereje. Van egy érzelmi töltet a hamis evangéliumban is, és nekem a hívő életem elején egy elég nagy küzdelem volt az, hogy ne váljak érzelmi keresztjénné. Hogy ne vigyenek el az érzelmem, és ne az érzelmekre legyek alapozva. Persze tudtam, hogy Krisztus az én alapom, de nagyon sokszor a vigasztalásomat a zenében, a dallamokban, a szövegekben éltem meg. És aztán időt kellett hozzá, meg pofára esések, a mindenféle hamistól távol tartsam magam. És Isten tanított, engedte azt is, hogy pofára essünk hülyeségektől, a keresztény hülyeségektől, és mindig visszavitta minket a pusztába, és az ő igéje elé, és az ő szelleme vezetésébe, ami látszólag, mondjuk kívülről, nem biztos, hogy egy ilyen vonzó, mondjuk a világ számára nem egy vonzó élet. Mert nem azt mutatjuk, nem azt éljük, ami a világnak a célja, a világnak a terve. Ugye mi nem futunk be karriereket, sose futottunk, nem is akarunk, és az egészet utáljuk úgy, ahogy van, mert látjuk, hogy ez csak a testnek szól, ez emberi és csak ördögi. És az ember büszkévé teszi, az embert egoistává, és nagyját teszi a saját szemébe, és nagyját teszi az emberek előtt. És ezt a sikerszót igazából nem is nagyon szeretem, lehet, hogy a Bibliában is szerepel, de az Isten szerinti sikerek az más. Az nem hasonlítat össze ahhoz, amit ez a világ nyújt. Mert nem akarunk ilyen dobozként gondolkodni az életünkről, mert hogy Pál mondja, hogy csak ebben az életben reménykednénk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak lennénk. Szóval hívőknek szól, ha csak ebben az életben reménykedsz a Krisztusban, hogy ma megadja ezt, holnap meg azt, sikerülnek a terveid, összejönnek a céljaid, de nem gondolsz az eljövendőre, akkor egyszerűen mellé elnézted a dolgot egyszerűen. Hányszor és hányszor olvasni a Bibliában azt, hogy mivel vigasztalják egymást a hívők? Hát az eljövendő Krisztussal. Azzal, hogy eljön az Úr, azzal, hogy vele lesznek mindörökké, hogy az Isten városa az emberekkel lesz, és hogy velük fog lakni, és az ők az ő népei lesznek, ő pedig az ő Istenük. Ezzel vigasztaljuk mi egymást. Azzal vigasztaljuk egymást, hogyha mindenünket el is veszik tőlünk, az Úr megmarad, és még ennek is lehet örülni. Mert nem fogunk tárgyakba kapaszkodni, nem fogunk idefele kapaszkodni, mint Lót felesége, nem a bűnös város lesz a mi szívünk közepén, hanem az Isten, aki e fölött van, az Isten, aki örökké való életet kínál. És én gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, és mind a ketten gyönyörködünk abban, amikor Isten munkálkodik közöttünk. Pici dolgok lehet, látszólag, valaki szerint semmik, amikor tudunk beszélgetni valakivel, amikor valaki megkeres minket, vagy
nem tudom, bátorításra, segítségre van szüksége, és esetleg tényleg azt tudjuk adni neki, amire igazán szüksége van, akkor ez nekünk egy igazi felüldülés. Akkor elkezdünk forrangani itt belül, és valami nagyon jó dolog történik velünk, akkor tudom, hogy a Szent Szellem munkálkodik, és az isteni szeretet is munkálkodik, és az isteni szeretetet is össze szokták téveszteni a mai evangéliumi mozgalmak. Sokszor azt látom, hogy az isteni szeretetet egyfajta ilyen emberi vajon szeretetnek azonosítják, vagy nem tudom, hogy mutatják be. Hát mi valami sokkal többet tapasztaltunk az Úrból. De mondjuk, hogy valamit mondanám, folytatásként. Hát azt ugye még nem mondtuk el, hogy a bemerítkezésünk az, hogy történt. Ja, igen. Most az jutott eszembe, hogy fontos. Ugye a történelmi egyházban, amikor jártunk, ott ugye nincs bemerítkezés, és egyszer csak azt kezdtük el érezni, hogy a Bibliából megszóltott minket Isten, hogy merítkezzetek be, most hát keresztelkedjetek meg, ugye, mert a fordítást így írja, de akkor is tudtuk azt, hogy az miről szól. Tehát a Szent Szellem kinyilatkoztatta a szívünkbe, és egy ilyen nagyon-nagyon erőteljes késztetést éreztünk, hogy megtegyük. Tehát hogyan tegyük meg, hogyha... Hát de hogyan tényleg, hát ott nem keresztelnek, vagy nem merítenek víz alá. És akkor azt csináltuk, hogy innen Veszprémből lementünk biciklivel Balaton-Almádiba. Oda mentünk, és akkor egymást bemerítettük. És az nagyon-nagyon jó volt. Aztán utána megismerkedtünk egy lelkipásztorral, egy karizmatikus lelkipásztorral, és vele beszélgettünk, és akkor ő neki elmeséltük, hogy bemerítkeztünk, és akkor mondta, hogy hát ez mind szép és jó, de hát, hogy akkor ő is bemerít. És akkor bemerített minket, rá egy két hétre, azt hiszem bemerítkeztünk, úgyhogy két hét alatt kétszer bemerítkeztünk, hogy ez az nagyon jó volt, hogy nyilván be vagyunk biztosítva, hogy ilyen bemerítkezés terén. Azt tegyük hozzá, hogy az első az igazi volt. Az biztos. Hát igen, igen, az első volt, mert akkor már nagyon-nagyon így, tehát így ki voltunk, hogy hogyan merítkezzünk be, és hosszú ideig ez így zajlott bennünk. Igen, mindig elégködtek az igék. És ki volt téve a falra is egy ige, hogy keresztelkedjetek meg. Azt hiszem, és azt hittek a szemszerűen olyan. Igen, és akkor... Ja, igen, és akkor én azt gondolom, hogy én már akkor újjászülettem, amikor megtértem. Én így gondolom. Hát igen, mert... Te amikor megtértél, akkor akkor a Laci ott előttem tért meg, nagyon sírt, meg minden. Azt sem tudtam, hova tegyem ezt az egészet. Itt zavarba is voltam, és akkor... Utána egy hétig láttam azt, hogy dobálja ki a cuccokat, lemezeket tör össze, könyveket tép szét, és dobja be a kukába. És akkor teljesen, végülis így mindent ott hagytunk így a világban. Én nagy tévéfüggő voltam anno, és akkor ahogy megtértem, akkor a tévét nem néztem többet, az is a nézi tévét, nincs is tévénk. Megváltozott a sajnos, megváltozott a baráti kör is, és ők nem akartak jönni az Úrhoz. A tévét azt amúgy gonosznak is látjuk, mai napig is, de akkor nagyon-nagyon annak láttam. Hát mindent így feladtunk, ami a múltban volt. Tehát semmit nem csinálunk. Remélem. Az biztos, hogy... Legalábbis tudatosan nem. Az biztos, hogy az új, a megtérésünkkor elkezdett az... Elkezdődött az új életben járás, és ezt naponta megtapasztaltuk. Új, tiszta, felülről való gondolatok, és vágyak, és új felülről való célok, motivációk, és elkezdett az Úr megmutatni szellemi dolgokat, hogy mik a gonoszok bennünk, körülöttünk, másokban. Adott az Úr kinyilatkoztatásokat a dolgokról, hogy mivel vigyázzunk, mivel nem. Szóval a Szent Szellem egyszer munkálkodott a szívünkben, és láttam azt, hogy ahogy írja az ige, hogy kiknek adatott a Szent Szellem, akik engedelmeskednek Istennek. Még bocsánat, hogy csak hogy az, hogy voltak gyógyulások is.
nem tudom, ez most mennyire fontos, de hogy így elmondanám, hogy volt olyan, hogy nyílt sebészeport. Ez akkor volt, amikor volt Pesten Torben, és előtte néztük videón, és azt a reformis? Azt néztük, és akkor nagyon-nagyon így belendültünk, hogy fú, hát ez nekünk is kell, hogy legalább valamennyire, hogy ne csak üljünk a gyülekezetbe, hanem meg ne csak evangelizáljunk. Az evangelizálás mellett jó lenne, hogy emberek meggyógyulnának, és akkor elmentünk Pestre, mindegy, és akkor végülis ez a videó indította be bennünk azt, hogy az a bátorságot arra, hogy menjünk az utcára, vagy bárhova, és imádkozzunk a betegekért. Hát volt, hogy nagyon sokszor csalódtunk, nem gyógyult meg senki, volt olyan időszak is, meg volt olyan is, hogy meggyógyult egy fiatal srác, akinek összeforrt a seb a lábán, mert belelépett az üvegbe. Akkor volt egy hölgy, akinek a keze teljesen rossz állapotban volt, így be volt neki... El ott halva valamennyire. Igen, és akkor elmentünk hozzá, és akkor imádkoztunk érte, és meggyógyult. Aztán utána később megint volt valami betegsége. Na mindegy, nem részletezem, hogy mi, de abból is meggyógyult. És tegyük hozzá, ezek, ahol a gyógyulás történt, úgy látom így visszafelé nézve, hogy ezek mind ilyen Istentől előre elkészített tettek voltak, dolgok voltak és gyógyulások voltak. Nem mindig vagy egy telefonhívás, vagy egy SMS, gyerünk, hogy találkozni, valaki találkozni akar, és akkor valahogy a beszélgetésben ez is kijött. Vagy ez volt a fő rész. Sőt, még Jézus még az állatokat is meggyógyítja. mert a Latinak a húga, Móni, majdnem kifolyt szemű macska, vagy legalábbis elég szét volt cincálva a feje. Igen, és este imádkozott érte, és reggel teljesen rendben volt a feje a cicának. Tehát, hogy még a macskákra is gondja van az úrnak, igen, úgyhogy én is imádkoztam egy kutyáért, ami epilepsziás volt, és most kaptam a hírt, hogy azóta, mióta imádkoztam, az egy éve, másfél éve volt, hogy azóta semmi baj a kutyának. Hát persze voltak olyanok is, hogy nem gyógyult meg valaki, de ez nem... Ja, volt azért az biztos, hogy azt tényleg látjuk mi is, hogy mindenféle magyarázkodás nélkül, hogy a sok ellenállás az evangélium felé az hoz ilyet, hogy valaki beteg marad, vagy még betegebb lesz. Hogy szól az Isten, szól az ige, és akkor egy elutasítás van. Mert tudjuk azt, és én a saját életemben is tapasztaltam, akkor már hozzáfűzöm ezt, hogy az én a megtérésemkor egy nagyon súlyos, én így éltem meg, egy súlyos depressziós állapotban voltam, tényleg 4-5-6 nyugtató, 1-2 altató, meg még plusz valami méreg, amit ettem, sőt, volt, amikor 260-140 volt a vérnyomásom, szóval tényleg így az élethalál között lebegtem, és azt meg is éltem egyébként, szóval fulladtam, mert tényleg úgy volt, hogy kampó vége, nem hívőként, és kaptam Istentől életet, sőt, a megtérésemkor én ezeket a gyógyszereket vagy mérgeket azonnal a kukába dobtam, és nem hitből csak, hanem egyszerűen átéltem az Istennek a szabadítását. Hogy engem felemelt az Úr Jézus, és a senkinek adott tisztességet. Tényleg, hogy így Isten gyereke lehetek, vagy lehetünk. Ez, ennél nincsen magasabb szint itt a földi életben, és azt, hogy mivé leszünk, az majd kiderül pontosan ugyan az Úr, az Isten országában, de hogy most ha ez csak így bátorításul szeretném mondani, ha esetleg nehezek a körülményeid, ha küzdesz dolgokkal, akár magaddal, vagy körülötted az emberekkel, vagy a helyzeted nehéz, akkor az igazság az, és ezt nyugodtan mondhatod a szívednek, hogy az Istené lettem, és ennél magasabb itt a Földön nincs. Úgyhogy ez ne tegye büszkeséget a szívünkbe, hanem egyszerűen csak egy helyzeti igazság, hogy most ez van, megnyertük az Istennek a kegyelmét, és ezt nincsen hatalom, és semmiféle fejedelemség és erő, ami elveheti tőlünk, ez a miénk, ezt ajándékba kaptuk. És tudom, hogy ezt ti tudjátok, de néha meg kell erősíteni a szívünket, néha biztatni kell a mi szívünket.
Mert néha elítél a mi szívünk is, néha vádol minket az ördög, vagy sokszor, de Isten nagyobb a mi szívünknél, és nagyobb az ördögnél. És minden körülmény ellenére csodálatos életünk van, soha nem cserélünk le semmire. Nem akarom soha eladni az igazságot, nem akarjuk eladni az igazságot. Még akkor sem, ha nagy dolgokat kínálnak, érte? Ez a világ odaadhat mindent, meg lehet nyerni ezt a világot, az ördög sokszor fel is kínálja, így úgy, de ne add el az igazságot, kérlek. Kérünk, hogy ne adjátok ti se el az igazságot. Tudom, hogy nem teszitek, hiszen szeretitek azt, találkoztatok az igazsággal. És az igazság szabadokká tett titeket is, és minket is. És megyünk előre, ugye cél felé, a győzelmi hervadhatatlan koszorúért, nem hervadóért, ahogy mások. És óriási kilátásaink van. Olyan csoda vár minket, amit nem tudunk felmérni. És el is búcsúzunk ezzel. Remélem, hogy vettetek belőle valami áldást, bátorítást. Nem tudom, hogy kint lesz a YouTube-on vagy sem, de néhány testvérnek azért szeretnénk elküldeni, és nekik mondanánk, meg hát esetleg, ha még ezt valaki más is hallgatni fogja, hogy áldjon meg titeket a mindenható élő Isten, mert Isten nem a holtak, Isten az élő, hiszen ő maga is élő. Igen? Na még annyi, hogy 2014-ben házasodtunk össze. Ja, és előtte mi megtartottuk magunkat. 6 évig, igen. De milyen jó. Arról is van egy bizonyságom, igen. De azt most nem fogom elmondani, hogy miért volt olyan sikeres ez a megtartás. Igen. Mert is nem mutatod, belefér az időre szóval. Mennyi idő van? Van még idő. Hát most így lazar. Komolyan? Igen, persze. Kicsit izgulani, de... Igen, izgulom, mert én nem szeretek. Mondja, ez is lehet erősítés. Szerintem sokan küzdenek ezzel. Na, szóval akkor visszatérve az előző kapcsolatomra még, amikor megtértem, ugye az a fiúk engem hirdette az evangéliumot Mohácson, azzal a fiúval én összejöttem. Tehát ő nem teljesen volt úgy az Úrban, vagy nem volt erő, nem volt ereje, nem tudom. Nem haragszom rá, nem merül az, csak... Tehát, hogy így, tehát nem volt ereje. Na és ugye én ugye parázna voltam előtte, tehát ugye, nem volt minta előttem, én nem tudtam, hogy Isten előtt az rossz, hogy én úgy gondoltam, amikor még nem voltam hívő, vagy hát amikor már hívővé váltam, akkor még nagyon az elején úgy gondoltam, hogy most mi baj van azzal, hogyha én szeretek valakit, akkor azt Isten jónak látja, nem? Hát ha szeretem, akkor azzal jól együtt vagyunk, kész. Ennyi. Tehát én a minden is a fiúval összejöttem, és de még úgy jöttem össze vele, hogy még nem tértem meg teljesen. Aztán amikor megtértem, még akkor is vele voltam, és akkor Isten engem 3-szor szólított meg. Egyszer a lelkiismeretemen keresztül éreztem, hogy amit csinálunk, az nagyon-nagyon helytelen. Aztán másodszor a srácnak a húgán keresztül szólított meg, mert jó, azt sem részletezem, az hosszú, valamilyen módon. Ez sem volt egy erőteljes. Aztán a harmadik az viszont az volt, mert az úgy volt, hogy mert ugye nem hagytuk abba a paráznosságot, tehát nem engedelmeskedtem a lelkismeretem, lelkismeretemen keresztül szólított meg az Úr, azon sem. Tehát nem foglalkoztam vele, aztán a másodszor sem foglalkoztam vele. Igen, aztán a harmadik volt a nagyon durva. Na, az úgy volt, hogy otthon lefeküdtem aludni, és... nem bírtam elaludni, mert nyugtalan voltam, és egyszer csak a szobában megjelentek ilyen lények. Gondolom, démonok voltak, és de nem a fizikai szememmel láttam őket, hanem mindig látomásban láttam őket. És ilyen pici aprók voltak, és tele volt a szoba, hogy hemzsegtek a szobában. És az egyik az így rátelepedett ide a mellkasomra, és ki akarta húzni a lelkemet. Olyan volt, mint a ki akarná húzni a lelkemet. És el akarna vinni a pokolba. És tudtam azt, hogy egyértelmű volt, hogy ez miért van. Tehát nem kellett hallanom semmilyen hangot, nem kellett mondani a senkinek, hogy ez miért van. Tudtam azt, hogy azért, mert nem engedelmeskedek Istennek,
nem engedtem az eddigieknek, hogy szól hozzám, ezért hát teljesen úgy éreztem akkor, amikor ez így megtörtént ott a szobába, hogy itt kész vége, nincs mentségem. És teljesen elvetettnek éreztem magam. Még nem voltam a pokolban, de mintha már majdnem. Tehát csak a szobába feküdtem az ágyon, de már a lények körbevettek, akik elvittek volna. És én azt hittem, hogy ott meg fogok halni. És reménytelennek éreztem magam. De akkor még nem voltam olyan nagy, nem tudtam annyira, hogy imádkozni se, akkor még nagyon tanulatlan voltam, ez nagyon az elején volt. Tehát, és akkor annyit mondtam, hogy Istenem, tudom, hogy miért van ez, és kérlek, szabadíts meg ezektől a lényektől. Nagyon félek. És rettenetesen féltem. Tehát brutális volt. És akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy így mint a buborék így szétpattannak, és eltűnnek így egyesével ezek a lények, és egyre kevesebben vannak, és egyszer csak nincs. És akkor így körbenéztem, hogy most akkor félek, és akkor elkezdtem vizsgálni magamat, hogy félek-e mégis, akkor már nem féltem. És másnap, és akkor elaludtam, és akkor felébredtem reggel, és akkor azt mondtam Istennek, hogy okay, befejezem. És elmentem a sráshoz, és azt mondtam neki, hogy tényleg mindennek vége, mert ez történt velem, és én nem akarom, hogy így legyen. És nem, én ne arra úgy, de én nem akarok mondani elkározni, ha esetleg elkározik az ember, inkább nem. És mondtam, majdnem a pokolba kötöttem ki ez miatt. Na mindegy, és akkor ott hagytam a srácot. Ugye persze azért is, mert Isten kijelentette nekem, hogy ő nem az enyém. Na és akkor, amikor a Lacival így megismerkedtem, és amikor már megtért, akkor ezt elmondtam neki. És ennek hatalmas nagy ereje volt, és meg tudtuk magunkat tartani. Uh-huh. És amikor mindig, hogyha esetleg volt olyan, hogy hú, ez meg az, lett volna, de nem volt, és akkor mindjárt mondtam, hogy én emlékszem arra, igen, és távozz tőlem. Sát. De tényleg, és hatalmas ereje volt ennek, hogy az akkor ott megtörtént. És érdekes. Ezt egyébként gyülekezetben is elmondtam, amikor még a gyülekezetben jártunk, mert volt egy ilyen előadás. Ott elmondtam, hát nem tudom, sokakat ez nem érintett meg. Például volt, amikor az Úr hallható hangon is szólt hozzá egy ilyen alkalommal. Hát egyszer. Amire nem biztatunk senkit persze, hogy akár angyalok imádatát keresse, ugye, vagy hangokat akarjon hallani. De itt is Isten kezdeményezett. Ahogy Pálnál is, Péternél is, és a többieknél is. Jakabnál. Hát, soha nem én voltam, aki előidéztem ezeket. Igen, a dolgok. Ez is megy, ez a én jutok olyan szellemi állapotban, hogy előidézem, és akkor kierőszakolom, úgymond a dolgokat. Hát a Biblia nem ezt írja, én látom. Azt is mondjam el? Hát, rövid. Aztán. Hát az elején ültünk a buszon, aztán teljesen ki voltam így égve, és nem érdekelt. De nagyon rossz kedvem volt, és néztem ki az ablakon. Nem érdekelt semmi. Szóltam. Vagy hát nem is tudom, hogy mire gondoltam, az volt a lényeg, üresség volt bennem. És ezt csak Isten hangját hallottam. És akkor még nem voltunk házasok a Lacival, és mert igazából nem akartam én férjhez menni. Én nem is akartam párkapcsolatot. Ezt le is tisztáztuk. Ezt le is tisztáztuk egymással. Na mindegy, is küldtem a buszon, és nagyon ki voltam égve. Totál rossz kedvem volt minden, és hozzá se szóltam a Lacihoz, akkor olyan mondta, a harag lett volna bennem. Ok nélkül, talán ilyesmi volt bennem. De a lényeg az, hogy egyszer csak úgy hallottam Isten hangját, mint amikor kizáródik minden zaj, és hallasz egy hangot, ami olyan... Nem is tudom. De mikor fejére... Zúgó. Nem zúgó, teljesen érthető volt, amikor így az ember fejére tesznek egy ilyen fülhallatot, igen. És csak azt hallani, és semmi más. És tudtam, hogy Istentől van. És azt mondta Isten nekem akkor, hogy szeresd ezt a férfit. És
nem is azon újjongtam, hogy hú, hát én Isten hangját hallottam meg minden, azóta se hallottam, az volt az egyetlen egyszer. És ránéztem a Lacira, és elkezd könyvelávott a szemem, és hozzábújtam ott a buszon, és mondtam neki, hogy képzeld el, Isten azt mondta, hogy szeresselek téged. És akkor nagyon ott elkezdtünk sírni a buszon. Ugye? És akkor azt mondta, hogy Isten ezt mondta, hogy téged szeresselek. És azt mondtam, igen. És ez, erre nagyon sokszor vissza szoktam emlékezni. Ezt azért mondta nekem Isten, mert tudta azt, hogy eléggé távolságtartó vagyok a Lacival, és nagyon nehezen tudom őt szeretni. És én nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy tudjam szeretni, és azt csináltam, hogy sokszor kiártam egyedül így a földútra, ott, ahol senki nincs ember, ott tudok egyedül lenni, és nem lát senki, és ott rengeteget imádkoztam az Úrhoz, és kiáltottam hozzá, hogy változtassa meg a szívemet, tegyen engem olyan nő, ne legyek kemény nő, és ne legyen bennem az az óember, ami rég volt, az a keménység, hanem az teljesen tűnjön el, és legyek egy kedves, alázatos, jó szívű, jó indulatú, szerető nő, aki meg tudja magát alázni. Nem voltam egyébként egy uralkodó típus, remélem, akkor se régen se, csak egy ilyen kemény karakterű voltam. És nagyon sokat elvett tőlem az Úr, és rengeteget imádkoztam, és mondtam azok, hogy imádkozom, értem, küzdjön, értem, hogy le tudjam verni ezt a keménységet, és utána már nem is szerettem, amikor azt mondták nekem, hogy én nagyon kemény vagyok, mert én annak örültem volna, amikor hogy azt mondják rám, hogy igen, Andi, te egy kedves, szelíd, ahogy Mózes is szelídítette az Úr. Igen, és hogy én azért imádkoztam, hogy engem Isten szelídítsen meg. Nagyon sokat küzdöttem, megfeszítettem magamat, hát sokszor el is estem, de aztán mindig teljesen így kivoltam akadva magamtól, és hogyha most is elbukok ilyenben, akkor kiakadok. Tehát igen, azt tudni kell, hogy nem vagyunk ilyen, vagy nem voltunk ilyen vasárnapi iskolás kis tarisznyás fiúk és lányok, hanem vademberek voltunk. Vademberek voltunk, sőt vadállatok voltunk, és Istennek volt hatalma egyedül arra, amíg embernek nincs, hogy megszelidítsen bennünket, és ez csoda. Egyébként csoda. És be is fejezem itt az üzenetem. Szeretettel üdvözöllek benneteket, kedves testvérek. Örülök, hogyha tudtatok venni valami áldást, ebből a kis bizonyságból. Tényleg legyetek áldottak. Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek. Sziasztok! Sziasztok!